Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Igen, jól látjátok a címet, erről fogunk beszélgetni, egy kicsit több aspektus fogok felhozni a témával kapcsolatban, hogy mi a problémám igazából a division két, szemszög, két szemszögből fogom megközelíteni a dolgot. Hardcore játékos, illetve casual játékos. És mindezt azt kell mondjam természetesen, hogy az én saját következtetésem, ahogy én élem meg ezt a játékot, és ezzel kapcsolatban szeretném kikérni a te véleményedet a komment szekcióban, hogy te hogyan látod a játékot jelen pillanatában. Azoknak, akik aggódnak a Warframe content miatt, ne aggódjatok, lesz Warframe content is, amint bejön az új content. Na de, térjünk rá a Divisionre, A jelenlegi problémám a játékkal. Sok videós nézegettem így körbe, hogy mit gondolnak a, a Division 2-ről, és a legtöbb videóst, ahogy így nézegettem, azok egyetértenek egy dologban, mégpedig az, hogy a játékban jelen pillanatban nincs amit. Csinálni. Most a legtöbb játékos ezt arra érti, hogy, és a legtöbb videós is arra érti, hogy kijátszották a küldetéseket, és már nincs új content. Nincs új content. Kifarmolták, amit ki kellett, nem tudnak már mit és hova bildelni. Na most, annó valamikor mondtam a, Div a Warframe-be is, amikor elkezdtem játszani, hogy a Warframe az egy olyan játék, ahol ha nem élvezed a gameplay magát, akkor ne játsz a játékkal, mert nem nagyon van értelme. És megint csak itt is el tudom mondani ezt a Division 2 esetében is, ha nem évlezed magát a gameplayt, hogy mész és lövöldözöl maga a fánért, nem feltétlenül a grindért, akkor a Division 2 sem más, mint egy, egy, egy átlagos grindolós játék számodra. Szóval... Ez, ez egy olyan dolog, amivel viszont egyet tudok érteni, és nem is a videósokkal. Én jelen pillanatban még élvezem a játékmenetet, a gameplay-t, a lövöldözést, így aztán nem érzem a súlyát, a végtelen grindnak. Mert a végtelen grind, ami ebben a játékban van, az hatalmas, abból a szempontból, hogy kiforgasd magadnak a tökéletes. Rólt, azt a statrolt, amire szükséged van ahhoz a tökéletes béthez ahhoz, hogy azt kiforgast, majd hogy nem szinte 0,0000, 000. nem viccelek, 0,000050. Tehát ilyen szinten alacsony az esélye arra kb., hogy kiforgasd azt a tökéletes statrolt hogy beépítsd a bildetbe. Ebből adódóan az, hogy elérd azt a tökéletes bildet, majd hogy nem lehetetlen, és egy ilyen végtelenségig farmolhatnál arra, hogy elérd a legalábbis a tökéleteshez közelítő bildet. És itt jön nekem a másik problémám, amit észrevettem a Division 2-vel kapcsolatban, hogy más build nem létezik jelen pillanatban a játékban, csak DPS el sem hiszitek, hogy hány fajta bildet próbáltam ki, hogy, hogy egy, egy, skill buildet csinálni, egy tank bildet csinálni, egy heal buildet csinálni, egyik sem működik jelen pillanatban a játékban, úgy, hogy azt érdemes legyen megtartani. Hogy érdemes legyen használni, hogy úgy, ér, hogy úgy játsz vele, ahogy azt a bildet megilleti. Például szerettem volna csinálni egy élettöltős, über élettel ellátott, ö, agyon tankozott bildet, aminek az lett volna a célja, oda az enemire egy SMG-vel, ledarálom őket, visszatölti az életemet, és a többi, de egyszerűen nem lehet összehozni, mert az enemiknek az életre való sebzése olyan hatalmas, hogy még a 60%-os krit eséllyel ellátott bildez sem képes fenntartani az élettöltést az enemis sebzéssel szemben, és ez um, van challengingen mondjuk, de biztos benne, hogy hardon is uh, megnéz, megnéznének maguknak az enemik, hogyha nagyon nem figyelsz oda. Szóval és próbáltam csinálni egy bildet a skilllek köré. Uh, egyik másik, nagyjából, is, nagyjából sikerült is, csináltam is róla videót, csináltam egy ilyen robbantó skillt, ami amu, amúgy tök jól működne, ha, ha, gondoljátok végig, a bildről csak egy kicsit, több mint 80 százalék, több mint 80 százalék rob, robbanás damage van, extra robbanás damage van. És nem elég challengingen ezzel, ja, és a maximálisan elérhető skill power, ezt hozzáteszem, tehát minden uh, talent, illetve minden a mód a girekben és uh, jelen pillanatban ugye a Seeker használom, az összes mód, amit beleraktam a Seeker -be, illetve a turedbe az összes mód aktív. Tehát elértem olyan magas pontszámot, a játékban a gírekre, hogy a sárga modokkal ellátott uh, nek a modjai aktívak legyenek. Tehát 2900 valamennyi. Tehát még az sincsen, hogy kevés a sebzésem rá. Hozzáteszem ugye a extra robbanó damage és egy olyan skill csináltam, hogy 25% esélye, ha a skill ölnek, instant újra töltődik a skill. Challengingen ezt a buildet sikertelenül használom. Miért? Mert még mindig nem képes akkorát robbanni a szíkörmány, hogy az enemi belehaljon, leszámítva a piros életűeket, amiből meg challenging nincsen annyira sok. De ugye, ahogyha meg is öli a piros életűeket, az sem garantált arra, hogy visszahozza, mert 25%-es éjjel töltödik újra a Na most azért cserébe, hogy ennyi robbanó vagy skill damage csináltam, hihetetlen módon lecsökken a fegyversebzésem, amivel nincs is baj, mert a Division 1-be is, hogyha skill build csináltál, nem volt annyira nagy fegyversebzésed. Na de nem baj, mert a tureted olyan szinten kompenzált ezért, hogy egymaga maga lehozta a küldetéseket, a tureted önmagába lehozta a szekciókat a pályákon. Underground Division Division 1-be turettel mentem. Only. Mert annyira móka volt nézni, hogy próbálkoznak az npc k és a turát leszed mindenkit. Na de az egész lényegnek az összesítése az annyi lenne, hogy a Division 2-ben jelen pillanatban DPS létezik csak, és csak azt érdemes farmolni. És akár mennyire is akarom, hogy skill build legyen, legyen, tankbildem legyen, kénytelen vagyok a fegyvereimet, kénytelen vagyok a szettjemet, akárhogy nézem, úgy összeállítani, hogy csak egy DPS bildet hozzak létre. Ebből adódóan ki szeretnék térni egy kicsit a raidre, és sajnos még nem tudtam végigmenni uh, a raiden, végignéztem a különböző mechanikákat, és úgy gondolom, hogy a raid uh, ebből adódóan egy jó megmérettetés lett a hardcore playereknek, és nem feltétlenül csak egy DPS csek viszont annyi biztos, hogy DPS nélkül nem érdemes bemenni. Nincs egy tureted, ami mondjuk feltartaná a boszt, és azt mondaná, hogy hé, annyira ne rám lőj, lőj a turetemre. Nincs egy seeker mindod, ami képes lenne kitakarítani a, a kis enemiket körülöttem, mert nem sebeznek akkorát. És ez hiányzik a rédből. Sokkal egyszerűbb, sokkal jobb lenne, mechanikailag sokkal jobb lenne, hogyha leraknád a Seekermind, felrobbantanának egy pár ö, mobot, visszakapnád a képességet, és így mennél tovább, miközben te tudnál figyelni a bossra, arra például, hogy boomer élete, ne töltődjön fel instant, hogyha egy pillanatra leveszed róla a szemét térnék ki még egy kicsit hardcore VS casual játékosokra. A casual játékosok többnyire csak új tartalomra vágynak, a hardcore játékosok pedig többnyire új tartalom és kihívásra vágynak. Úgy gondolom, hogy a rédel együtt megletez. Én jó magam jelen pillanatban tekintve, hogy mennyi idő van arra, hogy egyáltalán videózzak vagy játszak. Inkább mondhatni, casual játékosnak tartom magam, de abban a rövid időben, amíg ott vagyok a játékkal, addig maximálisat hozok ki belőle, és lehető legjobbat igyekszem összeállítani. Tehát mondhatni hogy már egy raid ready vagyok, és tehát végül is van a játékban 170 óra körül az egészben, és és kész vagyok arra, hogy minden meg legyen. Tehát casual, de hardcore módon e, nyomom, hogyha arról van szó, és utána meg azoknak a dolgoknak, amire szükségem van ahhoz, hogy a lehető legjobbat e, hozzam ki az egészből, és még nem járok ott feltétlenül, hogy unjam magát a gameplay mechanizmus szeretem, viszont rettentő módon csalódott vagyok azért, mert hogy csak DPS létezik a játékban. Szeretnék valami többet, valami változatosságot ezzel az egésszel kapcsolatban. Szónak annyit mondanék, ami szomorú is, és happy dolog is ebből a szempontból. Biztos vagyok benne, valahogy megismétlődik a történelem, mint ami a Division 1 el is volt. Biztos vagyok benne, Uh, hogy idővel, ki tudja, egy évvel később lesz rá lehetőséget, hogy skill buildeket csinálj, élettől lifestyle-es buildet csinálj, tank buildet csinálj, mindenféle buildet csinálj, majdnem biztos vagyok benne, hogy addigra valahogyan sikerül kibalanszolniuk, hoznak új uh, gírszetteket, hoznak új géreket, amik aféle balanszot fognak adni a játékba. Jelen pillanatban úgy érzem, hogy azok a, a, a gérek, amelyek egyensúlyba vagy kapcsolatba kellene legyenek egymással, azok rettentő módon a, a, a világ két másik felén vannak, és egyáltalán nem lehet őket összehozni, hogy, hogy egy balanszolt buildet tudját csinálni, és. és ez, ez, biztos, hogy egy adott ponton majd jönni fog. A szomorú része az egésznek az, hogyha most eljutottál arra szintre, hogy egy tökéletes billet csináltál, amivel már elégedett vagy mondjuk úgy. Mert egyes videónál, videósoknál azt látod, hogy 3-4 millát sem, ez egy asszolt rájfor, amiközben te ránézel a tiédre, és azt mondja, ha csak két milla, hogy a bicsába van ez, hát neki kidobta, neked még nem dobta ki. Úgy, úgy van ez, és ezért is egy kicsit olyan furcsa csinálni modolós, gíres videókat a Division-ből, mert mások esetleg csorgatják a nyáladat a te gírszettedre, mert nekik még azt nem dobtak, és nagyon kevés eséllyel is dobja ki. De teljesen mindegy, mert hogyha megvan a tökéletes bilded, a tökéletes gírszetted, majd bejön az új update, megdövelik a gírszkort is. Azt, amit jelenleg eddig elértél a játékban, egy gombnyomással eltörlik az egészet, egy update-tal eltörlik az egészet, majd utána minden játékos visszajön, és Uh, újra uh, lehet farmolni című történet. A kicsit kitérnék a PvP részére is. Um, azon kívül, hogy uh, nem is tudom, órákat öltem abba, hogy megcsináljak valamiféle bildet, ami támogatja a taktikus játékot, uh, az, a, a, és, és végül csak kiukadtam arra, hogy egy szott dps bildet kell csinálni, ami egy kicsit uh, valahogy úgy adja meg, hogy jobban osszál damage mint a, a, a másik ellenfeled, azon kívül sokra ö, nem jutottam, nem mondhatnám, hogy kifejezetten élvezetes, ö, a, a PvP nem mondhatnám, hogy kifejezetten van értelme oda menni, mert hogy valami különlegeset dobna esetleg szintlépésenként, vagy bármi, ö, kicsit azt is fel kellene turbózni, de úgy érzem, hogy az, az, az nagyon későre fog jönni, a Massive Event is és ö, jöhetne előbb is, hogy egy kicsit lekoppintanák a Division 1-nek a ö, a funkcióit és a sikerét ebből a szempontból, amit PvP-be elértek. Így a videó vége felé hozzátennék annyit, hogy ha szükséged van bármiféle segítségre, tanásra, tipre, vagy ilyesmi Division 2-vel kapcsolatban, mit, hogyan, hány, merre, meddig, nyugodtan írd meg kommentbe, vagy ö, hagyj Facebookon egy üzenetet, szívesen csinálok róla egy videót, élvezem annyira a játékot, hogy csinálgassak róla a videót, úgyhogy ja, lehet kérni. Nyugodtan, ilyen videókat, hát ennyi, ennyi lett volna az okfejtésem. Az egyetlen problémám a Division 2-vel jelen pillanatban, és az ugye az csak dpi is létezik, szeretnék több változatosságot, ennyi. Uh, köszönöm a figyelmet a következő videóikat. iratkozz fel, és nyomjál, nyomjál, rá a csengő jeleskére, hogy értesítést kapja videóimról. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Sikerét!